Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy egy kőszegi kis intézet, a Felsőfokú Tanulmányok Intézete nevében bemutathatom eredményeinket, amely már bemutatott 2017-es 1200 fő részvételével lezajlott lakossági veszprémi felmérés eredményeit hasonlítja össze a Veszprém Balaton Európa Kulturális Főváros programévet követő szintén 1200 fős felmérés eredményeivel. Sokszor érezhetjük úgy, hogy annyiféle városfejlesztési koncepcióval találkozunk, okos város, kreatív város, lassú város, net zero kibocsátású város, körforgásos várostervezés, hogy mi is ezeknek a lényege, hová mutatnak. Nagyon sok kutató egyetért abban, és gyakorlati szakemberek is, hogy ezeknek a lényegi eleme az aktív, cselekvő, reziliens ember és közösségeik. Teljesen mindegy, hogy lényegében mire hívják fel a figyelmet, abban egyetértés van, hogy szükségünk van helyi hősökre, akikkel ugye délelőtt megismerkedtünk, hogy az LKF mennyi helyi hősből épül fel, és szükségünk van arra a lakosságra, akit tudunk aktivizálni, akiket tudunk hívni, hogy az életminőségükért ne csak passzív közreműködően, aktívan is tegyenek. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az ő lakosság véleményüket is felmérjük, természetesen anonimizált formában és különböző mintázatokat keresve, de ez lesz most az előadásnak a célja. Röviden az intézetemről, illetve hogy mit is jelent ez a Craft, ami az előadás címében is benne van. Ahogy láthatják, ez egy olyan koncepció, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a földrajzi fizikai térben számos hálózat és térdimenziót tudunk értelmezni különböző szereplők együttműködése révén. Gazdaság, hálózatok, társadalom, kulturális örökség, oktatás, épített örökség, épített környezet, természeti környezet, mind ide tartozik. Az intézetünk egy olyan szervezet, amelynek a Nyugat-Pannon térségben vannak a fejlesztési fókuszpontjai, így már a 2017-es felmérés esetében történhetett így, hogy veszprémmel szoros együttműködésben, több veszprémi kolléga bevonásával, akkor még Gál Zoltán egykori Pannon rektor vezetésével zajlott le az első lakossági felmérés. A Craft program egy kormányhatározat, amely igazából arra ad felhatalmazást az intézetnek, hogy ebben a régióban kis- és középvárosok fejlődését elősegítse. És ide másoltam igazából egy olyan rövid idézetet, ami kicsit talán feloldja ezt a kőszeg, illetve Veszprém közötti kapcsolatot. Volt idő, ha megengedik, hogy így fogalmazzak, hogy Gál professzor úrt fogadtuk kőszegen, és nagyon sokat segített a kőszegi eredményekért, és lett egy olyan idő, mikor Markovics Alíz jött Veszprémbe, exportáltunk mi is tudást Veszprémbe, annak érdekében, hogy egy sikeres LKF projekt megvalósuljon. Nagyon röviden, hogy mi esetleg a különbség a 2017-es és 2024-es felmérés között. A lényegi elem az természetesen a lakossági felmérés, de a 2024-es felmérésben több olyan hálózattal, személlyel, csoporttal kvalitatív felméréseket is végzünk, amelyek az eredmények továbbvitelét fogják eredményezni. És akkor jöjjenek az adatok, lássuk, hogy milyen elmozdulások vannak a két adatfelvétel között. Nagyon fontos hangsúlyoznom azt, két tényezőt, hogy már a 2017-es felmérés kapcsán láthattuk, hogy Veszprém egy olyan hely, nem szeretném a következő előadónak elvenni a kenyerét, ahol jó élni, ahol szeretnek az emberek élni, hűségesek a településhez, hosszú távon itt képzelik el a jövőjüket. Több tényező volt természetesen, ahol láttunk, hogy valamilyen fejlődést lehetne indukálni. És a 2024-es felmérésben tulajdonképpen azt láthattuk, hogy tovább erősödött egyes erősségek, illetve bizonyos kérdésekben korábban elégedetlenek aránya csökkent. Ez a két irányú fejlődési pálya mind-mind nagyon fontos eredmény, és több LKF-es kolléga segítségével olyan dimenziókat is kerestünk, hogy melyek lehetnek azok az elmozdulások, amelyek az LKF-es programok alapján értelmezhetőek. Ezeket sorra vettük, és fel is tüntettük a dián. Látom majd az idővel való gazdálkodás terén, hogy mennyire fogom tudni ezeket részleteiben bemutatni, de
azt szeretném elmondani, hogy a bemutatásra kerülő eredmények kapcsán mindegyiknél elmondható, hogy jelentős LKF programbeli kölcsönhatás feltételezhető. Nézzük azt, mit tesz egy települést élő, aktív, összetartó közösségé, alapvetően elégedettek az ott élők. Ebben a felmérésben megnéztük a munkára, anyagi helyzetre, munkalehetőségekre, és a munka-magánélet egyensúlyával való elégedettséget, ami ugye feltétele a különböző kulturális programokba való részvételeknek. Ahogy már mondtam, itt is az volt megfigyeltő, mert 2017-es felmérésnél alapvetően többségében voltak a kimondottan és az inkább elégedettek aránya, de javult ez a 2024-es irányba is. Amikor egy település belevág, hogy komoly adatalapú monitoring rendszert fejleszt, ez egyszerre egy lehetőség, illetve kihívás is lehet a település számára, mert ugye meglátjuk azt, hogy valóban az eredmények mit mutatnak, mennyire elégedettek a különböző válaszadók, akár az önkormányzattal, vagy a közszolgáltatási rendszerekkel. Az volt nagyon meglepő a 2024-es adatokban, hogy 2024-ben sokkal nagyobb arányba bíztak meg a válaszadók az önkormányzatban, rendőrségben, bíróságban, vállalkozásokban. A grafikonon ugye azt látjuk, hogy a inkább nem bízik meg csoportja nagyon szépen lezsugorodott 2024-re. Vannak olyan LKF-es kezdeményezések, amelyek erősíthették azt is, hogy a helyiek a közszolgáltatási intézményekbe jobban megbíznak, akár az idegen nyelvi felkészítés, a különböző köztéri, infrastruktúrális fejlesztések, illetve a kiemelt városrészi kezdeményezések ide tartoznak. Általában egy kreatív városnál nagyon fontos az, hogy az ott élők mennyire tartják fontosnak az egyes kulturális tényezőket, kínálatot, és itt is azt látjuk, hogy a két vizsgálati év között alapvetően az elégedetlenek aránya csökkent, némi belső elmozdulás abban, hogy a fontos vagy mennyire fontos előfordulhat, de láthatjuk azt, hogy jelentősen nőtt az, hogy fontosnak tartják a megkérdezettek a kulturális intézményeket, szórakozási lehetőségeket. De ez egy pozitív visszacsatolás, hiszen nagyon sok olyan kulturális program volt, ami a köztudatba, szélesebb köztudatba emelt a kulturális intézmények fontosságát. Elégedettségnél is szintén azt láthatjuk, hogy a kulturális intézményeknél a nem elégedetteknek az aránya csökkent, ugyanígy a szórakozási lehetőségeknél. Nyilván elégedettségnél fontos arra is figyelnünk, hogy nagyon sok tényező befolyásolhatja végül az elégedettségét a szereplők, a megkérdezetteknek, programtípus, vagy helyszín, vagy különböző szereplő, vagy hogy részt vett egy eseményen, és milyen benyomásai voltak. Nagyon fontos az, és ez fontos kiemelnünk, hogy abszolút nőtt a könyvesboltok, könyvtár, emlékhelyek, tudományos ismeretterjesztő rendezvényeknek a megítélése a két program év között. Ugye rengeteg olyan program volt, ami pontosan ezeket célozta. Több mint háromnegyede elégedett volt a megkérdezetteknek a kulturális és szabadidős program kínálata, színházi előadásokkal, történelmi emlékhelyekkel. És hát ami kimondottan érdekes volt, hogy egy terület volt a 2017-es felmérésben, ahol látszott, hogy érdemi javulásra is igény lehet, ez pont a gasztronómiai rendezvények történelmi emlékek emlékhelye, és itt nagyon jelentősen csökkent az elégedetleneknek az aránya. Azt is megkérdeztük, kicsit így a jövő irányába is, hogy milyen jellegű és műfajú programokat szeretnének a lakosok, és itt is megjelennek ugye a város részeink. Erre most, ha egyesével kitérnék, nyilván elmenne a rendelkezésre álló idő, de közé fogjuk tenni a diákat, úgyhogy ez abszolút ismeretterjesztés céljára is állítottam össze. Az egészen biztos, hogy a zenei programok, koncerteknek a fontossága megjelenik, illetve az is egy fontos üzenet, hogy a gyárkerti programok külön nevesítve voltak, tehát ez egy olyan rendezvény, helyszín, meg millió, amit mindenképpen szeretnének a veszprémiek hosszú távon látni, színház, bánszínház, bábszínház, az irodalmi, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok nagyon előkelő helyen voltak.
A kérdőívben, bár némileg ez egy kamikáze akció az elemzők szempontjából, de hangsúlyt fektettünk arra, hogy nem csak olyan kérdéseket teszünk föl, ahol zárt kérdések vannak, és választhatnak különböző opciók közül a válaszadók. Nagyon sok olyan kérdésünk volt, ahol nyitott végű. Vártuk azt, hogy szabadon elmondják a veszprémiek a véleményüket. Utána ezeknek az elemzése, ez nem kis időigényt kíván, de nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy tiszta forrásból lássuk. Az egyik ilyen kérdés volt az, hogy miért volt előnyös Veszprém számára a program. Nagyon érdekes volt látni, hogy valószínűleg azért, hogy aki a zenei vagy kulturális programokban nem is vett olyan mértékben részt, de nagyon örült a különböző fejlesztéseknek, az utcakép programnak, a kiemelt infrastruktúrális fejlesztéseknek, és hát ezért első helyen is szerepel ez a kategória. Itt is megjelenik egyébként konkrétan a gyárkert, a Acticity, ahol ugye most éppen ünneplünk, de látjuk azt, hogy nagyon sok dimenzióban kevésbé mérhető dimenzióban is azonosítottak be tényezőket. Nagyon fontos az, hogy a megbecsültség és a büszkeség is nagyon sok válaszból kiviláglott, büszkék a veszprémiek erre a programra, és a régiós kapcsolatok fontossága, illetve a régiós gondolkozás is említése került jó pár alkalommal. Nem lennénk korrektek, ha nem néztük volna azt meg, szintén egy nyitott kérdés formájában, hogy volt-e hátrányai az EKF programnak, és hát itt azt láthatjuk, és a különböző egyeztetések is erre mutatnak rá, hogy döntött arányban mindenki az előnyeit, illetve a fontosságát látta. Aki esetleg hátrányt azonosított be, az a közlekedés, az egyes lebonyolításokkal járó, mondjuk szervezési kihívások, beruházások eredményezte nyilván zaj, por, koncentrációinakat azonosítottak be, de nem ezeknek volt a túlsúlya. Kicsit a program hatásainak értékelésén túl azt is megvizsgáltuk, ez már az előző felmérésben is, hogy mire büszkék a veszprémiek. És hát nem lepődtünk meg az eredményeken, de nagyon jó azokat a hipotéziseket viszont visszaigazolva látni, amiket feltettünk, hogy az épített és természeti környezet, kultúra, történetiség, a sport lehetőségek, a tudás intézmények, az egyetem, erre mind-mind büszkék a helyiek. És a program továbbvitele szempontjából ugye nem tudjuk eleget hangsúlyozni a régiós kihívás, illetve a régiós megközelítésnek a fontosságát. Hihetetlen boldogok voltunk, ha mondhatok ilyet, ezeknek az eredményeknek a kapcsán. Megvizsgáltuk a helyi, illetve a regionális kötődésben történő elmozdulásokat a két programév között, és látjuk azt, hogy a megkérdezettek körében sokkal nagyobb arányban szerepeltek 2024-ben olyanok, akik teljes mértékben kötődnek Veszprémhez, és a régiónál pedig hihetetlen jelentős volt ezeknek a növekedés, és azoknak az aránya, aki se a Veszprémhez, se a régióhoz kötődne, szinte elenyésző. Nagyon fontos az is, hogy Veszprém lakosai hogyan látják egymást, ugye kicsit visszacsatolva az első felvetésemhez, hogy egy városfejlesztés akkor sikeres, ha aktivizálja a lakókat, és fontosnak érzik azokat a célokat, amelyek az önkormányzat, vagy bármilyen nagyobb térségi szervezési intézmény kitűz magának. Nagyon fontos, hogy már az előző felmérésben nagyon szép aránya volt annak, hogy kreatívnak, alkotókedvűnek, vállalkozókedvűnek látják egymást a veszprémiek. Hát ebben a válaszadásban pedig 90-91% értett ezzel egyet. Összefoglaló gondolatok a végén. Még a 2017-es felmérésünk kapcsán készítettünk egy olyan elemzést, ahol megvizsgáltuk a ugye több száz mutató alapján, hogy melyek lesznek azok a tényezők, amelyek leginkább ugye a Veszprémhez való hűséget, lojalitást befolyásolják. Ez egyébként egy top, a világ hatodik legjobb Urban Studies folyóiratából is publikáltuk, ez csak ilyen zárójelbe, hogy nagyon fontos az, hogy Veszprémről tényleg szerte a világon már tudhatnak, és tekintettel a megismétlése most újra megnéztük ezeket az összefüggéseket.
Ez egy sorrendet tükröz. Ez egy feladat a döntéshozók számára, és számunkra is, akik kapcsolódunk a régióhoz, és a Veszprémi közösség számára, hogy mire kell ügyeljenek. Munka és munkaélet, munkamagánélet egyensúlya, valamint a természetes és épített környezettel való elégedettségre nagyon-nagyon nagy szükség van, és ezt fenn kell tartani, ez befolyásolja leginkább a helyi kötődést. Anyagi helyzet, munka, lakhatási lehetőség, helyi szervezetekbe, intézményekbe vetett bizalom. Azok a veszprémi lakosok, akik rendszeresen, legalább havonta látogatják a veszprémi kulturális intézményeket, sok tekintetben a igen lojális csoporthoz tartoznak, illetve akik helyben vásárolnak és fontosnak tartják, hogy a megkeresett jövedelmeik itt hasznosuljanak. Nagyon szépen köszönöm a segítséget több LKF munkatársnak az eredmények értelmezésében, szintetizálásában, és nagyon köszönöm a kutatásban résztvevő kollégáimnak is a segítséget. Köszönjük a figyelmet!